E a Costa Toscana. Mindjárt indulunk Capri-szigetére. Hatalmas ez a hajó, igaz? Vannak az emberek. Szóval indulunk mindjárt Capri-szigetére. Nem ide terveztük eredetileg az utunkat, de így alakult. Megnézzük, hogy milyen lesz. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. A Ferrari-nak az igazgatója, meg ilyenek. Csomagok is jó vannak úgy. Nem kell vele nagyon foglalkozni, nem csukódik, savaj. Capri szigetén beültünk egy bárba, egy Aperol spritzre, meg egy Peroni sörre, és olyan kedvesek itt, hogy kaptunk ilyen falatkákat, amit nem tudjuk, hogy micsoda, van egy ilyen kis gombóc valami kis szósszal, megkóstoljuk, hogy milyen. Muy bien, nagyon finom. Oh.
lassan vége ennek a kaprikalandnak, akik mellettem ülnek itt a hajón. Jobbra is, balra is, kicsit nehezebben bírták a napot, mint mi. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. Megkérdezzük Zsuskát, hogy mi a mai program. Zsuska, mi a mai program? Futunk, pingpongozunk, úszunk és iszunk. Ez az! Harmadik napunk, itt fönt vagyunk a hajón, ma ki se fogunk kötni. Egész nap itt fogunk sétálgatni. Nem ígérem, hogy részt veszünk ilyen aktivitásokban, de jövünk, megyünk egyik bárból a másikba, be a spárészlegbe, jó éttermekbe. Szerintem ez a nap is el fog telni valahogy. Ha valakinek nem lenne elég bacia, itt kapható. Bacit valaki? Amikor arra gondoltál, hogy három csajszival mész el nyaralni, akkor tudtam, erre sejtettél, hogy... Hogyha meglátunk egy boltot, tudtam, hogy az lesz. Tudtad, hogy... ugye? Tudtam. Itt elidézzünk egy darabig. Bocsi! Ez a mi kis szobánk. Hát nem egy olyan óriási, így ennyi. Barcelona.
így indul a barcelonai reggelünk. Megvárjuk a reggelit, már kinéztük gyorsan, hogy mit szeretnénk enni. Hogyan fogjunk taxit Barcelonába? Akkor ez nem egy bonyolult feladat. Jó, mondjuk amúgy tényleg. Barcelonába kiállsz, pont jön, igen. Kirakod a kezed, ennyi. A zöld a lámpája, igen. És kész, és beülsz. Semmi, fél másodperc az egész. Nekünk szegény kosztatoszkánásoknak ilyeneket kell itt enni vacsorára. Jó étvágyat, szegény kosztatoszkánások! Jó reggelt, Valencia! Erre megyünk, és arra megyünk. Olyan kicsinek tűnik ez a kis átjáró. Csak beférünk, ne?
A Valencia gyalogos túra az valami fantasztikusan jó volt. Kényelmesen sétáltunk, nagyon sok mindent megnéztünk. Volt idő vásárolni hűtőmágnest, meg üdítőt, de egyébként is kaptunk enni, meg inni. Nagyon tetszik, hogyha valaki szeretne idejönni egy hosszú hétvégére, szerintem abszolút belefér. Gyertek Valenciába, ez egy szuper hely. Ebben az étteremben úgy tudunk enni, mindig, 19 óra 20-kor, hogy nagyon csodaszép helyen vagyunk, de hogyha lekéstük, akkor ezt így elbuktuk. Viszont mindig fel kell készülni rá, hogy mi lesz a vacsora. Úgyhogy a mai napon készítettem egy ilyen kis itinert, és így tudunk úgy választani, hogy már magyarul is értjük, hogy nagyjából mit fogunk enni, és így nem olyan rossz, így egész finomokat teszünk. Ez a valami marha. Egy kacsa, két kacsa, és a karthal, és a kilátás. Bon appetito! Jó reggelt, Marseille! A mai reggeli időjárásunk az nem annyira csodaszép. Nagyon fúj a szél, és hát cseppesőt is találtunk, de elvileg jó idő lesz ma, csak ez most ilyen furcsa reggel. Egyre szebb az idő. Lassan olyan, mint hogyha Norvégiában lennénk télen. Mi örülünk, hogy Norvégiából átértünk végül, és megérkezünk a francia Rivierára. Rengetegen vannak előttünk. Időnként dudál a nagy hajó, hogy mindenki húzzon innen, mert jövünk. És így, hogy fel akarom venni videóra, így nyilván nem dudálunk többet. Ott az milyen lenne már. Na, tessék itt a duda. Van. Na, mindenki húzzon innen. Bemutatom a hajós életérzést. Indulunk a marseille-i kirándulásra. Annyit tudunk, hogy Marseille a kultúrák fővárosa. Megnézzünk egy katedrálist, egy templomot, megkóstolunk egy valamit. Tudunk még valamit? Nem tudunk semmit, kíváncsian várjuk. Imádjuk az ilyen hajókat. Amerikából érkezett, Georgetownból. Ezek is nagyon tipikus francia házak, ilyet látunk mindenféle filmben. Jól néz ki ez az utca. Thank you.
Remélem egy ilyen csokoládéevő verseny következik, hogy ki van készítve a versenyzőknek, hogy ezeket kell megenni. Elszámolnak 3-tól visszafele, és felsorakoztak a részvevők. És ha azt mondják 3-2-1, akkor gyorsan rá kell vetni magunkat. Á, igazából nem. Csak egy kóstoló. Azt írja, hogy Marseille fos. Szerintünk nem, szerintünk egész jó volt. Nekünk tetszett, leszámítva a két patkányt, ezt a rengeteg embert, meg a 10 perces várakozást a végén a napon. He knows how to turn things up, and he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Megérkeztünk Monakóba, ami, ezt mindenki tudja, gondolom nagyjából, hogy a nagyon-nagyon gazdagok élnek itt, és ez egy picike kis mini állam, a világ második legkisebb állama, az első Vatikán, és itt fogunk körbenézni, megnézzük, hogy a európai nagyon-nagyon gazdagok hogy élnek. A reggelivel meg vagyunk. Ettünk egy bagettet, egy pizzát, egy sört, meg egy kólát, és ez került 18 euróba. Egy darab fagylalt, 3 euró. Jelenlegi árfolyamon számolva 1200 forint per gombóc. La place. Bon, bah, viens là, mais moi faut que je filme. Filme pas toi. Mondtam, hogy itt rend van, nem lehet itt össze-vissza mindenhova átszaladgálni. Rengeteg filmben meg ilyesmiben szerepel ez a Monte Carlo kaszino. Itt lehet óriásiakat hát nyerni, de inkább veszíteni. Be is jutottunk ide a kaszinónak a belsejébe. Mutatom. Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright.
Yeah, I get that you got a history, but I don't wanna think about no other than us. They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Itt fotózgatják egymást a turisták. Hi! Yeah, he's got a bad history, but I want him anyway. So do I need to be good all the time? Itt nagyon-nagyon fúj a szél, itt elől. A mi szobánk az itt van valahol a legfelső sorban, valahol itt, igen. Itt a Zsuzsi szobája. A medencék, napozó terasz. Innen integettünk először, innen, az induláskor. Kémény, egy másik bár. És a kedvenc bárunk. Ide megyünk most is. És a lazac. Homára? Ilyen találtam, homára. Valami rákkalna. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Hát akkor így a búcsú estéjén összefoglalom egy mondatban. Ez volt eddig életünk legklasszabb nyaralása, a legélménydúsabb, a legmenőbb, a legfinomabb ételekkel teli, a legtöbb országokon keresztül vezető egy hét alatt természetesen. Szóval nekünk ez nagyon-nagyon tetszett. Köszönjük szépen, Costa Toscana! Anya, neked is nagyon köszönjük, hogy eljöhettünk ide. Nem gondoltuk volna, hogy ez nyugdíjas korunk előtt sikerülhet. És köszönjük. Boldog naplementét mindenkinek. Jó reggelt, Róma! Most átlépünk Rómából, Olaszországból, átmegyünk Vatikánba. Nyilatkoznak róla, hogy milyen volt az ebédünk ebben az étteremben. Az étterem egyébként szép volt, ilyen történelmi jellegű, viszont mi tettünk először egy tésztát, ez egy sima paradicsomos penne volt, aztán utána ettünk három extra vékony szelet sertéssült húst, három gerezd sült krumplival, és a végén kaptunk fagylaltot, ami úgy nézett ki, mintha vaj lenne, és azt hittük, hogy ennél rosszabb már nem lesz, és kijött a kávé, egy ekkora adag kávé volt, egy darab cukorral. Ha beleraktuk a cukrot, meg raktunk még a fagylaltból is bele két kanállal, még akkor is tök keserű volt, úgyhogy ez nem egy Michelin csillagos étterem volt, viszont a célnak megfelelt. Megyünk tovább, felfedezzük Rómát. Church was built for the honorification to the French king. He had to come here
in visit in Rome, so the Pope thought, okay, I build a church for him, okay? Pedig a Pantheon. Ezt is megtaláltuk. A római túra, ez rémesen fárasztó. Iszonyat sok információ van, nagyon sok érdekes épület, de erre mindenképpen rá kell hagyni egy 3 napot, minimum inkább 1 hetet, hogy végignézni, nem 3 óra alatt végigrohanni. Nagyon fáradtak vagyunk, tényleg. Arrivederci!